Tisztelt házelnök úr, tisztelt elnökasszony, tisztelt elnök urak, rektorhelyettes úr, tisztelt konferencia, kedves egybegyűltek! A lengyel és a magyar nép történelme évszázadok óta párhuzamosan halad. Igaz ez a II. Világháborút követő időszakra is. Közelmúltunk meghatározó eseményei közé tartoznak a lengyel és a magyar nép szabadság törekvései. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc közvetlen előzménye és az október 23-i tüntetés kiváltó oka is Lengyelországhoz köthető, és kevés felemelőbb megnyilvánulása volt a magyar-lengyel szolidaritásnak, mint a lengyel polgárok segítségnyújtása a magyar szabadság küzdelem során. A sorsközösség a leveletésben is megmutatkozott, de a szovjet világbirodalom és annak helyi képviselői csak ideig óráig tudták elfolytani népeink szabadság törekvéseit. Ez azonban véráldozatokkal járt, hiszen a hatalmához végsőkig ragaszkodó kommunista diktatúrák nem haboztak a fegyvereket saját polgáraik ellen fordítani. Mind az 1956-os magyar, mind az 1970-es lengyel sortüzek olyan torz politikai és társadalmi rendszerek brutális reakciói voltak, amelyek megszületésüktől fogva bukásra voltak ítélve. A kegyetlen fellépés megmutatja ezen diktatúrák igazi arcát, amit a későbbiekben hiába való igyekezettel próbáltak emberarcúvá formálni. A konferencia célja visszatekinteni ezekre a gaztettekre, és tisztelettel adózni az áldozatok emléke előtt. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, dékán úr. Felkérem Kisfalu.